First, before I tell something, I wish to add the coach to start to work with this team. I wish to add Thomas Doll. Először is szeretném megemlíteni Thomas Doll nevét az előző. Of course, I wish to thank all the people who come for this success. És szeretném megköszönni minden embernek, aki részese volt ennek a sikernek, és hozzá. Because who is working in the club, you know, the players is the top of the club, but a lot of people working for the club, they deserve this success. Tudjátok, a játékosok ennek a klubnak a csúcsa, viszont akik alattuk vannak, ugyanúgy megérdemlik ezt a sikert. And of course for me, very important, we get this result all together. Team, staff, and first of you, supporters. És ezt a sikert együtt értük el, a csapat, a stáb és ti a szurkoló. And in the last, I'm very proud to work in this club with that kind of history, and I'm very proud to work for you. És végezettől nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen csapatnak lehetek a része, aki ilyen nagy történelemmel rendelkezik, és akinek ti vagytok a szurkolói. Thank you, Sergei! Spasiba! És még egy játékos szeretnék idehívni előre, aki egy pár szót talán szeretne mondani. Csapatunk kapitánya, Bode Dani! Tépte, úgyhogy most improvizálnom kell, és azt hittem, hogy könnyebb dolgom lesz. Szerintem mindenki ismeri a Dani, és ezeket előreírt dolgokat, ez nem működik. Ő csak szívből tud mondani a dolgokat, úgyhogy... A
Azt hittem, ez egyszerűbb lesz azért. Tartatnák itt tényleg ilyen szép szolnoklatokat, de 100 szónak is egy a vége. Ma este biztos itt maradok. De nem, viccet félretéve, magam és a csapat és az egész stáb nevében szeretném megköszönni az egész éves buzdítást. Úgy gondolom, hogy ez nélkületek a Ferencváros történetek a 30. bajnoki címe. Nem jöhetett volna össze. Nem játszottunk mindig jól a pályán, meg nem játszottunk szépen, de úgy gondolom, hogy ebben az évben az akarat és a ti buzdításatok az a holdponton, amikor tényleg nem úgy mentek a dolgok, átsegítettek, és mondhatjuk tényleg azt, hogy 12. játékosként a pályán ott voltatok mellettünk. Ezért nem győzünk, mint én, mint az egész csapat hálálkodni ezért, úgyhogy köszönjük szépen. És úgy gondolom, hogy ez a bajnoki cím nélkületek nem jöhetett volna létre, és ezért úgy gondolom, hogy ünnepeljük meg ezt a győzelmet együtt, és éljen a bajnok csapat. Hajrá, Fradi! Köszönöm szépen, Dani! Még egyszer egy óriási tapsot a bajnok csapatnak, akikkel lehet találkozni, hiszen itt majd lesz egy szurkolói zóna, ahol autogramokat lehet kérni a bajnok csapat tagjaitól, de most arra kérem a bajnok csapatot, hogy fáradjon fel az emelvényre. A pesgőzésnek eljött az ideje, a buli pedig természetesen tovább folytatódik.